Parlamenti fogadóra a megválasztott válaszol. Lassan vége az évnek, és a parlamentben, meg általában a politikában nagyon sok minden történt dr. Hiller István házatáján, ugye a parlament alelnökeként, az MSZP választmányának elnökeként, Pest Erzsébet MSZP tagcsoportjának a választókerületi elnökeként is tevékenykedik, tagja a Kulturális Bizottságnak, szóval jó néhány kalapot visel tisztelt alelnök úr. Milyenek voltak ezek a kalapok? Kényelmesek? Ezeket a kalapokat nem a kényelem miatt veszi meg, viseli az ember, és amikor egy politikus ilyen félmártírnak akarja bemutatni magát, akkor gyorsan rúgják ki. Tudnilik, senkinek nem kötelező ezt csinálni. Én a munkámat szeretem, szeretem a politikai képviseletét ennek a közösségnek, és nem címek meg titulusok miatt, szerencsére én ezen már túl vagyok, tehát nem azért, hogy egy új névjegykártya kinyomtatása váljon lehetővé, viselek dolgokat. Érzek felelősséget a politikai közösségem iránt, és a felelősségvállalás persze azt teremti meg, hogy Pest Erzsébet meg Kispest választókerületi részén élők engem bíztak meg a parlamenti képviseletükkel. Ez az alap. A parlamenti alelnökség sem lehetne, hogyha nem lennék most már 15. éve képviselő, és bár meg kell mondjam, hogy a parlamenti képviselők egyenjogúak, mindenkinek a szavazata ugyanannyit ér, azért az egyéniben megválasztott képviselőnek a presztízse, a tekintélye az más, még egyszer mondom, nem jogi értelemben, de hát magunk között mégiscsak. Igen, ez egy dolgos és mozgalmas év volt. Nem úgy nézem, mintha a következő nem az lenne, de év végén, amikor a parlament éppen ezen a héten befejezte az őszi ülésszakot, ami azt jelenti, hogy ebben az évben többet minden valószínűség szerint nem ülésezik, akkor egy leltárt csinálni lehetőség is, más tekintetben meg kötelesség, hogy mi történt itt az ősszel vagy az elmúlt időszakokban. Nagyon sok olyan dologról beszélt az országgyűlés, amely a magyar társadalomról szól, de valamiféle külső megítélés eredményeként létrejött kérdés vagy probléma. Nyilván az Európai Unió és az Európai Unió tagjaként Magyarország számos vitát vív és számos előnnyel bír. Én nagyon fontosnak tartom azt a felmérést, amelyik arról beszélt, hogy a magyar emberek büszke európaiak. Hazafiak, mert Közép-Európában talán még erősebb a kötődés az egyén és a közösség, mondjuk úgy talán a nemzet egészéhez, kevésbé regionális kötődések vannak, inkább az országhoz, a nemzethez, de emellett az európai elkötelezettségünk, és az, hogy mi büszke magyarok és büszke európaiak vagyunk, és a kijelentésben az és szócska az az emberek nagyon-nagyon nagy többsége számára fontos, ez egy erős megerősítése annak a gondolatnak, amely ezt hát nem csak mostantól, mert hogyha belegondolunk Kölcsey híres versébe és szavaiba, amikor haza ügyét haladás ügyével összekötötte és mondta, hogy haza és haladás, akkor ennek a gondolkodásmódnak a szellemi örököseiként és híveiként hirdethetjük, hogy mi büszke magyarok és büszke európaiak vagyunk. Volt egy, és ez érvényes az összes Európai Unióval kapcsolatos vitánkra. Én az Európai Unióban nem egy most éppen regnáló aktuális brüsszeli vezetést látok. Én a közösségünket látom. Azt a fajta közösséget, amelyik Itáliától Dániáig, vagy Portugáliától Lengyelországig összeköt egy mentális
sok-sok évszázados egységet, és ennek az intézményrendszerét. Szerintem is sok marhaságot csinálnak, de nem ez az én fejemben a meghatározó, ezt az aktuál politikának kell tudni korrigálni. A közösségvállalás, hogy mi magyarok és európaiak vagyunk, azonban nem attól függ, hogy kedről szerdára egy testület Brüsszelben milyen vagy mennyire ezzel ellentétes véleményt hoz. Ugye volt egy olyan momentum a parlament munkájában, amely politikailag egy igen frekventált dolog volt, alkotmánymódosítási javaslatot terjesztett be a kormánykoalíció, a cél pedig a bevándorlás ügyében az úgynevezett kényszerbetelepítésnek az alkotmányban rögzítése volt. Nem kapták meg a szükséges többséget, 131 szavazatot kaptak, 133 kellett volna. Önök nem szavaztak. Miért? Azért, mert abban a kampányban, amit a kormány a nyár vége óta folytatott, sokkal több gyűlöletet, sokkal több belső számítást, sokkal több nem kimondott előnyszerzést, és egyébként rengeteg-rengeteg közpénzt láttunk, semmint, hogy ehhez adjuk a nevünket. Elvált egymástól egy fontos téma, egy közösség, egy ország, egy állampolgári közösség dönthet-e arról, hogy kikkel él együtt. Szerintem ez egy fontos ügy. És az, ahogy ezt az egészet tálalták, kivitelezték, elborították az országot a legkülönbözőbb propaganda kiadványokkal, hogy már valóban azoknak is, akik politikával nem foglalkoztak is, elegük volt belőle. Az eredmény világos, és ezt érdemes elmondani, mert szembesíteni kell a hatalmat az emberek akaratával. A magyar nyelv nagyon világosan tud fogalmazni. Ami eredménytelen, annak nem az a jelentése, hogy eredményes, hanem hogy eredménytelen. Ahol a részvétel nem ért el a meghatározott mértéket, ott nem lehet eredményről beszélni, meg sikerről, mert nem az. Következésképpen semmilyen módon se helyi, legyen ez most pesterzsébeti érvelés, hallottam erről, hogy itt kinek mit kell képviselni. Hát az a helyzet, hogy a magyar választópolgárok 5-3 arányba, mert hogy 5 millióan nem mentek el, 3 millióan elmentek, úgy döntöttek, hogy ebből ilyen módon nem kérnek. És nem lehet azt az 5 millió embert, amelyik mégiscsak a többség, felelősségre vonni, hogy hogyan nem. Én azt gondolom, de ez legyen a kormányzó többség fejtörésének tárgya, hogy egy valóban fontos, sokakat foglalkoztató, releváns kérdést sikerült nekik úgy feltenni, hogy még azok is, akik ezt hajlandóak lettek volna meggondolni, hogy ténylegesen miről szól ez, mennyire fontos ügy, azokat is elriasztotta, elborzasztotta ez a kivitelezés. Következésképpen nem nagyon lehetett csodálni a kampány és a népszavazás sikertelensége után, mert ugye érvénytelen volt és eredménytelen volt. Miután ezt utána nagy sikernek állították be, hát kérem, nem kell ehhez azért túlságosan tapasztaltnak lenni, ha valami érvénytelen és eredménytelen, akkor még egyszer mondom, az a magyar nyelvben nem azt jelenti, hogy érvényes és eredményes, hanem hogy figyeljetek, fiúk, ez nem jött össze. És hogy világosan beszéljek, nem a téma miatt, hanem ti miattatok nem jött össze, ahogy ezt előadtátok a magyar népnek. Hogy nem volt olyan szeglete az országnak, amit nem akartatok volna meghódítani, és ebben nem kértek. A parlamenti szavazásban ez tükröződött, és nem az, hogy ez a téma önmagába, a kérdés önmagába, a bevándorlás önmagába ne lenne egy valóban jelentős ügy. A módot utasították el az ember. Ebből nem kérünk. Az emberek nem akarják a konyhájukba se beengedni a politikát,
a hálószobában, meg különösen nem. Ezek meg mindenhova be akartak menni. És az a fajta nyomulás, amit látom, én is tapasztaltam, helyben is csinálnak, ez az ellenkező hatást váltja ki. Még akik megfontolni hajlandóak lettek volna, akár egyetértőleg, azok se kértek ebből, csinálják, ahogy csinálják, de szerintem ez sikertelen. A parlamentben ezért nem volt meg a kétharmados többség, és ahogy elnézem, ez újabb feszültségeket hoz. Én abba, hogy egy hatalmon lévő jobboldali párt, meg egy hataloméhes jobboldali párt egymással hogyan küzd, abba én nem fogok beleszólni. Minden esetre azt a véleményt, ami Pesterzsébeten is megvolt, hiszen itt is az emberek, a választópolgárok többsége nem ment el. Ezt figyelmeztetőnek veszem a tekintetbe, hogy a jelenlegi hatalom bánt az emberek gondolkodásával, hogy így nem szabad. De a kérdést azzal, hogy a népszavazás sikertelen volt, a parlamentben az alkotmány módosítás sikertelen volt, azt gondolom, hogy le kell zárni. Hasonló kérdések azonban valószínűleg lesznek a jövő esztendőben. Most viszont jönnek az ünnepek, és arra kérem önt, hogy jöjjön el máskor is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Az egész évben mindig szívesen jöttem. A beszélgetések számomra mindig fontosak és izgalmasak voltak, úgyhogy engedje meg, hogy önnek is, munkatársainak is, az egész televíziónak sikert, örömet és jó tévézést kívánjak a következő évben is. Köszönjük szépen, hasonló jó. Köszönöm.